Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az ő ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja a juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt, elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, miről beszél. Majd így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki bejár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, rendkívül gazdag témákban ez a mai nap. A pásztor, a jó pásztor, akinek ismerik a hangját a juhok. Illetve anyák napja, ahová tartozom, akiből leszek, aki a családot alkotja, nem önmagában, apa, anya, gyermekek. Aztán ballagás, egy új életszakasz kezdődik, sok eddig középiskolás fiatal számára. Milyen világba fognak ők bele nőni, felnőni? Holnap Gizella, boldog Gizella ünnepe, első királyunk Szent István, bajor felesége. Aki Bajorországból jön ide Pannóniába. István és Gizella kapcsolata valamilyen módon már 1000 évvel ezelőtt szinte kézzel foghatóvá teszi azt, amiről álmodunk, egy európai egység. Sok minden volna, amiről beszélni kellene, beszélni lehetne. A héten volt egy számomra nagyon jelentős élményem. Életemben először voltam Passauban Gizella királyné sírjánál. És ott én vezethettem a templomi ünneplést, adhattam hálát, vezethettem eukarisztiát,
sok-sok emberrel, egyszerűekkel, tekintélyesekkel, európaiakkal, gondokkal, küzdőkkel. Aztán elhelyezhettük Gizella sírján, a bajor koszorú mellett, a szép, nagy, magyar, piros, fehér, zöld virágkompozíciót. Mi magyarok Európában. Ki is volt Szent István, hadd ne tartsak történelem órát, egyház szervező, apostoli király, aki azáltal, hogy elfogadja a koronát, illetve kéri a pápától bennünket, addig kóborló, csatangoló, furcsa törzseket egy európai néppé formál. Néppé. Bár akkoriban ez a fogalom, hogy nemzet nem volt, mégis valahol a nemzetnek a gyökere itt van. És Gizellával hittérítők jönnek, akik ennek a pogány magyarságnak a gondolatvilágát, mentalitását megpróbálják átformálni azáltal, hogy a pogány magyarság keresztény hitre tér. És akkor érdemes eltűnődnünk azon, hogy mi is egyáltalán a kereszténység. Számomra kicsit elgondolkoztató, megdöbbentő, hogy mostanában, ezekben az években éppen azok féltik legjobban Európában a kereszténységet, akiknek gyakorlatban, életvitelükben, bocsánat, hogy keményebben fogalmazok, talán semmi közük a keresztény értékrendhez. A kereszténység az nem kultúra, az is. A kereszténység nem szokásrendszer, nem hagyomány, az is. A kereszténység ennél sokkal több, értékrend. És annak, amit mi manapság Európai Uniónak nevezünk, nem szabvány egységnek, hogy a sörös üveget ugyanúgy be lehessen váltani mindegyik országban, mert ugyan olyan, csak éppen nálunk nem váltják be a legtöbbet. No mindegy, ez már a mi furcsaságunk. Nem egyszerűen monetáris egység, nem egyszerűen vámszabad terület, nem egyszerűen határok nélküli a szabad munkavállalás lehetőségeit biztosító egység. Ennél sokkal több kellene, hogy legyen. Május 9-e, Európa nap, Európa ünnep. Ennek a gyökere tulajdonképpen az úgynevezett Schuman nyilatkozat, dekrétum, Franciaország és Németország, mondjuk így, kibékülésének kezdete. Vajon, ami az Európai Unió zászlaján látható, az a 12 csillagból álló kör, amely egyesek szerint Mária, a 12 csillagú koronát viselő
Máriára utal, nem biztos, lehetséges, de az biztos, hogy az a kör valamiféle egységre utal. Szolidaritásra utal, és olyan célkitűzésekre, amelyek jelentik például az azonos jogokat ezen a térségen belül, jelentik az emberi méltóság azonos figyelembevételét. Jelenteni kellene, hogy azonos munkáért, azonos bért, és folytathatnám még tovább. Jelenthetné a békességre való törekvést, de hát messze vagyunk attól, bár háborúk nem tombolnak itt Európába, de mégis sokan érezzük, hogy tele vagyunk feszültséggel. Kinek ismerik a hangját az európaiak? Gizellával hittérítők jönnek ide, pásztorok, Jézus követségében járva, és egy értékrendet szeretnének átadni. Hol van ez az értékrend? A keresztény értékrend a jelenlegi Európában. De hát ne menjünk határainkon kívülre. Hol van jelen a keresztény értékrend a mi magyar társadalmunk életében? Világszerte, de Európában különösen is érzékelhető, hogy szeretnének egy Isten nélküli társadalmat fölépíteni. Egy olasz bíboros, neve Banyaszkó, egyik beszédéből hadd idézem a következőket. Napjaink kihívásai láttán a mi kontinensünk egyszerűen dadogni kezd, mivel irányát vesztette és szorong. Irányát veszítette, mivel nem tudja többé, hogy ő maga kicsoda. Miután saját kulturális és vallási gyökereitől annyira elszakadt, hogy már szégyelli saját hagyományait, saját szimbólumait, saját rítusait. Vajon csupán egy szomorú kulturális visszalépésről van szó, vagy netán sötét, gonosz hatalmaknak hódolunk? Az elvilágiasodás, profanizálódás olyan vakságot eredményez, ami lehetetlenné teszi, hogy a népek saját szellemiségüket és saját történelmüket értelmezni tudják. Hová vezet ez? A kontinens szorong amiatt is, mert már önmagát is elutasítja, és az úgynevezett globális dialógusban a szokásos, értelmetlen és korrekt sablonokon kívül nem tud mondani már semmit. Szó van ugyan értékekről, de melyek ezek? És vajon mi a gyökerük, mi az alapjuk ezeknek az értékeknek? Eddig az idézet. És hadd egészítsem ki Ferenc pápa szavaival az Evangélium Öröme című apostoli buzdításból. Miközben kevesek jövedelme hatványozottan növekszik, a többség egyre távolabb kerül e szerencsés kisebbség jólététől. Ez a különbség olyan ideológiákból ered, amelyek védelmezik a piacok feltétlen autonómiáját és a pénzügyi spekulációt.
éppen ezért tagadják az államok ellenőrzési jogát, amelyekre rábízták, hogy őrködjenek a közjó védelme fölött. Ez a fogalom, hogy közjó, mintha kiveszőben lenne a köztudatból. És még egy részlet ebből a pápai buzdításból. Olyan információs társadalomban élünk, amely minden megkülönböztetés nélkül adatokkal halmoz el, mindenkit ugyanazon a szinten, és ennek eredményeként abban a pillanatban, amikor erkölcsi kérdések vetődnek föl, félelmesen felszínessé tesz. Következésképpen olyan nevelésre van szükség, amely megtanít a kritikus gondolkodásra, és felkínálja az értékekben való érlelődés folyamatát. Olyan nevelésre van szükség, amely megtanít a kritikus gondolkodásra. Vajon azok a fiatalok, akik most adják el a középiskolát, képesek-e a kritikus gondolkodásra, vagy csupán információ halmazt, jobb esetben információ rendszert visznek magukkal az iskolából? El kell gondolkodnunk mindannyiunknak, itt Európában, kinek a hangját követjük. És akkor ott vagyunk a mai evangéliumnál, a jó pásztornál, aki ismeri övéit, és az övéi ismerik őt, és hallgatnak a szavára. Az 1000 évvel ezelőtti pannoniai hittérítés kinyitotta az emberek szemét, megnyitotta az emberek fülét, hogy hallgassunk az evangéliumra. Mintha végérvényesen feledésbe merült volna, hogy az evangélium nem egyszerűen kultúrtörténeti emlék, hanem az evangélium ennek a jó pásztornak az üzenete, aki azért jött, hogy életünk legyen, aki fölkínálja mindannyiunknak az egyenlőséget, aki mindannyiunkat meghív az Isten országába. Az elmúlt hét élménye számomra, hogy ott lehettem Boldog Gizella királynénk sírjánál, és együtt imádkozhattam, és énekelhettem olyanokkal, akik reményeim szerint egy igazi Európa után vágyakoznak. Ez az élmény elkísér, és arra indít, hogy újra és újra beszéljek erről, kinek a szavára hallgatunk. Ki a mi pásztorunk? Kit követünk? Hadd ne konkretizáljon tovább. Akinek füle van a hallásra, úgy is érti. Aki pedig nem óhajtja, hogy kinyíljon számára a világ, hanem itt, ebben az életben akar mindent, az nem fog figyelni a jézusi szóra. Bár csak hallgatnánk annak a pásztornak szavára, aki azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Amen.